Sziasztok, itt Szintek Véhet Kultőrsz, és igen, itt a várva várt videó. Magyar Pokémon Liga jelentkezési videója. Aki nem tudná, a csatornám nézze vissza, nagyon régóta, már szerintem ez egy 3 éves hagyomány, hogy megrendezésre kerül minden évben a Magyar Pokémon Liga, ami egy draft formátumú liga, hasonlóan a külföldi draft formátumú ligákhoz. A szabályok is nagyon hasonlóak. Amit viszont most nagyon fontos, hogy jelentkezz. Hogyan tudsz jelentkezni? Először is beszéljünk a liga céljáról. Legfőbb cél a szórakoztatás, második legfőbb cél a közösségépítés. Ugyanis tényleg nagyon összetartó közösség alakult ki szerintem a évek folyamán. Illetve az, hogy a kompetitív Pokémon játékokat megszerettessük az emberekkel. Ezzel bebizonyítom, hogy igazából ez nem egy 5-6 éveseknek való kis könnyű, aranyos, szörnyecskékből álló játék, hanem egy igenis komoly, taktikus észjáték. A jelentkezéshez egyáltalán nem sok dolog kell. A legfontosabb az, hogy érdeklődjél iránta. Az érdeklődés tényleg a legfontosabb. Nem is muszáj jó csatálkészséggel rendelkez, mert bele fogsz élni, hidd el. Nagyon gyorsan tanulnak az itt levő játékosok így a kompetitív dolgokban. És egy dolog viszont tényleg kötelező, az pedig az, hogy legyen egy Pokémon Showdown accountod, mivel a Pokémon Showdown csataszimulátoron keresztül történnek a csaták. Egyéb fontos, hogy legyen Skype, hogy tudjál beszélgetni a többi résztvevővel, de ha ez nincsen, akkor egyéb kapcsolattartó program, például Messenger, Discord, Isten tudja mi, e-mail, vagy valamit legyen tényleg, amivel részt tudsz venni a dolgokban. Például a draftban. Na, de hogy mikor is mi lesz? Egy pár fontos dátumot megosztok veletek. Ez a videó 2018. augusztus 17-én fog kijönni. Ami azt jelenti, hogy 2 hetetek van körülbelül, hogy jelentkezzetek, mert augusztus 30-a jelentkezési határidő. Jelentkezni itt a videó alatt hozzászólásba tudtok jelentkezni, azért megadjátok a neveteket, Showdown neveteket, Skype neveteket, vagy e közül a 3 közül legalább 2-t, lehet becenév is, nekem teljesen mindegy, és azt, hogy jelentkezni szeretnék Szinda a Magyar Pokémon Ligára, és akkor én fölírlak titeket, és fölveszlek egy privát csoportba, Skype csoportba először is. Akinek nincs Skype-ja, az se baj, mert az megkereshet Facebookon személyesen. A draft a szeptember 1-2 hétvégén lesz, tehát az egy szombat, vasárnap 1-2. Ez körülbelül egy 3 órás program, ezen lehetőleg vegyél részt. Körülbelül ez a legfontosabb az egészbe. 3 óra alatt megismerkedhetsz a többiekkel, és kiderül, hogy ki lesz a tímed. Augusztus 20-án lesz egy videó, kivételesen most lesz egy videó, ami nagyon rövid videó, bemutatja a tier listát, hogy hogyan is készül a tier lista, és mi alapján osztottuk be a különböző tierekbe a Pokémonokat. És augusztus 23-án még egy meglepetés videóval is készülök ezzel a témakörrel kapcsolatban, szóval figyeljétek a csatornát. Mondanám, hogy ennyi lett volna, de most először megmutatom nektek a szabálykönyvet. A hivatalos szabálykönyvet. Ezt, aki jelentkezik a ligára, hozzáférést fog kapni. És el akarom magyarázni egy kicsit ezt a draft rendszert, amiben működik az egész. Ez annyit tesz, hogy minden Pokémon az egy Pokémon. Tehát például Crobat. Ha valaki ledraftolja Crobatet, az összes többi ember nem fogja tudni draftolni. Tehát nem lehet a többi ember csapatába Crobat. Viszont a tiédben meg tudjuk, hogy ott lesz. Tehát neked csak az a ledraftolt 12 Pokémon fog a rendelkezésedre állni az egész év folyamán, amit abban a 3 órában a draft idején sikerül megszerezni.
viszont tudni fogod mindenkinek a 12 Pokémonját, itt majd tudni fogsz készülni ellene. Ezt teszi szépé a ligát, ez a draft. Tehát a draft a legfontosabb dolog magába a ligába. Az 5 tierből, mindegyikből legalább egyet draftolni kell, a tier 3-ból legalább 2-t, plusz egy meg a Pokémont is, és a többi 5 Pokémonra 500 kreditet van. A kredit ilyen fizető eszköz, és itt le van írva, hogy melyik tier mennyi kreditbe kerül. Nyilvánvalóan minél jobb a Pokémon, annál több kreditbe kerül. Franchise taggelni is lehet, de az 40 kreditbe kerül. Az évek tapasztalata az, hogy nagyon sok az a 40 kredit, amiben a franchise tag kerül, tehát nem feltétlenül éri meg, de hogyha van egy olyan Pokémon, amit nagyon meg akarsz szerezni, akkor viszont megéri. Például előző évben Csoki Robotnak eléggé működött, ő nagyon meg akart szerezni egy Pokémont, és akkor építette a csapatait, és hát be is jutott a playoffba. A draft végén egy nagyon fontos lépés következik, amikor kijelölöd a Z-kapitányt és a két Z-harcost a csapatodba. Ez azért fontos, mert a Z-kapitány az tud olyan Z-move-okat is használni, ami nem támadó jellegű, például Z-Sunny Day, Z-Parting Shot, Z-hipnózis, stb. A harcosok meg csak támadó move-okat használhatnak, te például Continental Crash, Breakneck Blitz, Bloom Doom, Inferno Overdrive, stb. Tavaly óta a szezon során az edzőknek lehetőségük van cserére. Ezt itt írjuk le, és a csere szabályokra, a szabálykönyvnek ez a része vonatkozik, de most jön a legfontosabb. Szezon során minden ledraftolt Pokémont használni kell, és hogy történnek a csaták. A csaták 6v6 formátumúak, single és 50-es szintű Pokémonokkal. Ezt Custom Battle módban csináljuk, de ennek ne feledd, hogy 50-es szintű Pokémonokra kell tervezzed a szettjeidet. Ami más, mint 100-as szintű Pokémonoknál. Ez nagyon fontos, ezt jól jegyezzétek meg. A Mega Pokémonokat egyből át kell alakítani. Ennek például az az oka, hogy vegyünk egy Vénuszaurt, azt le lehet draftolni sima Vénuszaurként, meg Mega Vénuszaurként. Ezért kvázi, hogyha nem alakítanánk át egyből a Mega Pokémonokat, akkor Mega Vénuszaurt Vénuszaurként is lehet használni, és akkor ilyen klorofillos Sunny Day-es sweep-pel ugyanazt az eredményt érné el. Emiatt nem csinálunk ilyet, hogy az akár két Pokémon is lehet. Egyből át kell alakítani a Megát, nincsen mese. Ezután a szabályzat kitér a mikor kell eljátszani a meccseket, hogyan történik a draft, és milyen dolgok vannak bannolva, például Swagger, Sleepclose van, Button Pass Close van, Moody Close van, OHKO Move Close van, tehát nem lehet használni olyan mozdulatokat, Protein, Greninja, Speed Boost Blaziken, Uber Pokéke és Power Construct Zygarde is bannolva van. Ezen kívül minden nagyjából az itt a kettőt leszámítva, a Soulgyút meg a Bright Powder, de nagyjából minden item használható. Az a lényeg, hogy a Ultra Sun és Ultra Moon szabályainak azért megfeleljenek a Pokémonok, tehát szabályos szetteket lehet hozni, nem lehet mondjuk Ice Hammer Cyndaquil-t hozni, vagy Thunder Wave Cyndaquil-t például. Tehát ilyeneket nem lehet, szabályos szetteket kell hozni. Tehát csak olyat lehet megtanítani, amit tutorral, egg move-val, level up-pal vagy TM-ből meg tud tanulni a Pokémon. Körülbelül ez van. Ennyi lett volna ez a videó. Még egyszer elmondom, jelentkezz itt a videó alatt kommentbe, és én már nagyon várom a draftot. Te meg
jelentkezz, és te is várod a draftot, ezt várom el tőled, Szindaki, és ezer ő legyen veletek, sziasztok!